történelem úgy hozta, hogy a Batthyányiaknak, és különösen Magyarország első miniszterelnökének, gróf Batthyány Lajosnak szembesülnie kellett ezzel az igazsággal. Az ő hősi halálának 170. évfordulójára is emlékezünk ma. Az egykori miniszterelnök Antal József által alapított Batthyány Lajos Alapítvány kiemelten támogatja azokat a határainkon belüli és határainkon kívül magyar civil szervezeteket, amelyek a hagyományőrzésből és identitásépítésből erőt merítve építik a jövő Európáját, a nemzetek Európáját. Ennek szellemében büszkén támogattuk ezt a rendezvényt is. Ha a Batthyány család történetét végignézzük, akkor valamennyi Batthyányról elmondhatjuk addig, amíg fennállt a közös monarchia, hogy a Batthyányiak uralkodójuknak a magyar királyt, hazájuknak a magyar királyságot, és nem a német-római vagy az osztrák császárt, és nem a Habsburg birodalmat vagy az osztrák császárságot tartották. A mai nap többről szól, mint egy magas szakmai színvonalú tudományos előadássorozat. Teszem ezt mind a mellett, hogy a jeles alkalom méltó tisztelgés és főhajtás. A 170 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án végrehajtott aradi vértanú és gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke kivégzésének szomorú és tragikus emléke előtt. Tudtuk az első pillanattól kezdve, hogy a Batthyány család szellemi örökségének és értékeinek ápolása, gondozása és társadalmasítása magától értetődő küldetésünk, ugyanakkor meg kellett magunknak is fogalmaznunk azt a távoli jövőben felsejlő célt, melynek elérésére és cselekedeteinkhez erőt, szavainknak súlyt, gondolatainknak inspirációt adott. A kis Batthyány Ferenc, az a kis Lajossal, a kis a trónörökössel, később második Lajos királlyal együtt nevelkedett, és amikor 1517-ben második Lajos trónra lépett, akkor őt főpohármesterré nevezték. Egyébként azelőtt is főpohármester volt, de addig csak a trónörökös, azon túl a királyé, és a főpohármester az pedig báró volt, tehát az ország elitjének első tagja. 1526 nyarári Máriának 8 udvarhölgye nősült meg itt Budán, ebből 4-et magyar arisztokraták vettek feleség, ugye egy volt Batthyány Ferenc, és ez azt jelentette, hogy neki nagyon jó kapcsolatai voltak innentől kezdve a császár udvarral, elsősorban ugye Mária főhercegnő segítségével. 1524-ben megkapja Németújvár uradalmát, és a adománylevél szerint ezt a király Anna osztrák főhercegnő, tehát a sógornője kérésére tette meg. Hát nem tudjuk, ez tényleg így volt, ez kicsit furcsa, de esetleg megkapta ezt az uradalmat, ami azt kell tudni, hogy ez a középkori, meg hát az újkori Magyarországnak is egyik legnagyobb uradalma volt, 70 faluval. A másik nagy előnye volt, amit még akkor nem sejtettek, hogy ez nem fog török uralom alá kerülni, tehát gyakorlatilag kívül esik a hódoltságon, úgyhogy ez aztán a családot az egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb családra tette Magyarországon. Ferdinánd király fiát, Miksát koronázták magyar királlyá, és hát az idős Ferdinánd már rosszul volt, nem bírta ezt a hosszú szertartást, és akkor végül Batthyány Ferenc, aki belül kb. Egyidősek voltak, oda telepedett mellé, és a két betegeskedő rendben a szertartás alapú félénk beszélgetést folytattak, miközben ott a püspököt végezték, amit kellett, és nagyon jól érezték magukat, de ez látszik azért, hogy egy komoly kontaktus volt közülük. Ami még érdekes az ő életében, hogy ő katolikus maradt egész élete végéig, ez ugye ebben a korban, ugye 1566 meg nem természetes, élete végéig láncol nyakában hordta a Szent Kereszt egy darabját, és a végrendeletében pedig arra intett az örökösöket, hogy maradjanak a keresztény katolikus hitben, melyen születtek, a hitet és vallást ne seréljék, ne kövessenek új szektákat. Ezt egyébként nem tartották be. Az utódok, akik nem a saját gyermekei voltak, neki nem volt saját gyereke, hanem igazából a testvérének, a fiatalon elmúlt Boldizsárnak, második Boldizsárnak a gyerekeit hát nevelte sajátjaként, sőt igazából annak a gyerekei. Batthyány Kristóf volt az ő unokaöccse, akiben sokat, akit próbált támogatni. Ugye egyrészt neki engedte át a szlavóniai birtokokat, másrészt neki hozzáadta feleségül az ő feleségének a húgát, tehát Svetkovics Erzsébetet, ugye Batthyány Ferenc felesége Svetkovics Katalin, az unokaöccse felesége Svetkovics Erzsébet. A házasság nem volt nagyon sikeres, végül is különváltan értek már az 1560-as években, de volt azért két gyerekük, két fiúk. Kiárta, hogy az unokaöccse főpohárnok mester legyen, aki a Batthyány Ferenc birtokait örökölte,
az Batthyány Boldizsár volt a családnak mai napig talán az egyik legizgalmasabb tagja. 1559-ben, 22 éves korában a nagybátyja, aki akkor még élt, a párizsi király udvarba küldte, egész pontosan François de Guise herceg szolgái között volt, tehát nem közvetlenül a királynál, de ugye a király udvarral együtt volt, Párizsból Amboise, majd Orléansba ellátogatott, és olyan két évig volt ott, 1561-ben tért haza. Ez egy abszolút különleges dolog, tehát senkiről nem tudunk, aki ekkora peregrinációs utat és ilyen különleges peregrinációt tett volna a 16. századi Magyarországon, sőt korábban is, és később se. Köze volt az egésznek Habsburg Máriához, aki akkor már Németalföld kormányzója volt, és Batthyány Boldizsár élete végig levelezésben állt a királynéval, akinek a felesége udvarhölgyként szolgált. Ferenc lelki és testi javakon is gyarapodott, és valóban kiváló vitéz vált belőle. A második Ferenc már hadba lépett, 1592-ben Hasszán boszniai pasa elfoglalja a Bihácsot, és a Száva folyót pusztítja. Ekkor 1592-ben részt vesz először csatában Nádasdy II. Ferenccel, a híres Fekete Békkel, és Zrínyi Györggyel, a szigetvári hősfiával. Tehát igen jeles társaságban jelen volt Sziszek II. Ostrománál, illetve felmentésénél. 1600-ban Kanizsa elestével óriási változás következett be a Dunántúlon, így a Batthyány birtokokon is, hiszen a törökkel ugye közvetlen szomszédságba kerültek, mert hiszen most már ugye a szomszédos örökös tartományokba is be tudott csapni a török. Batthyány II. Ferenc is jelen volt Kanizsa sikertelen visszavívásánál 1601-ben. Azt biztosan tudjuk, hogy Székesfehérvár sikeres visszavívásánál is ott volt, tehát 1601-ben. Egyébként itt halt hősi halált az kisebbik Batthyány Kristóf, aki Batthyány első boldizsár, Jajcai Bán, aki 1520-ban halt meg, annak unokatestvérétől származott, és annak szép unokája volt. Ez az ág egyébként ebben az ifjúban, tehát az ifjú Batthyány Kristófban kihalt. Batthyány II. Ferenc nem csatlakozott az 1704-ben kitört a Bocskai féle rendi szabadságharchoz. Ez 18. század kapcsán kiemelendő, hogy a család ekkor ért hatalma és befolyása csúcsára. Batthyány II. Ádám és Tatmen Eleonóra két fiának, két nagyszülő fiának, Lajosnak és Károlynak köszönhető. Utóbbi Károly katonai szempontból jutott a család legjelentősebb és legkiemelkedőbb tagja volt e korszakban. Lajos és Károly korán elvesztett tapját, ezt hallottuk, azonban a család jó barátja, Szabolyai Eugén elkötelezetten támogatta a két testvér előrejutását. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy Károly apjához hasonlóan katonának született, 1715-ben dragonyosként megtette katonai szolgálatát. Majd végigharc volt az 1716 és 18 közötti török elleni háborút. Ennek során a fővezéri posztot betöltő Eugén mellett harcolt a Pétervárodi és a belgrádi csatában. 1718. júliusában pedig főhadnagyként ő tett jelentést Bécsben a pozsereváci béke sikeres megkötéséről. Ezt követően Konstantinápolyba küldték a császári delegáció tagjaként. Ifjúkorától kapott át apjához hasonlóan a katonain túl más jellegű diplomáciai, politikai megbízatásokat is, ami sokadó tehetségét jelzi. 1731-ben elnyerte a korábbi Baden-Bon dragonyos ezred tulajdonos ezredesi méltóságát, így ezt ettől fogva Batthyány dragonyos ezrednek nevezték. 20. század első fejének egyik legjelentősebb katonai szakírója, az első világháború tábornoka Bánoki Berejt József Batthyány bajországi működését a következőképpen értékelte. Batthyány Károlynak ez időbeli minden elhatározása és azoknak épp oly következetes, mint erényes végrehajtása valóban kifogástalannak, sőt mesterének mondható. Ezeket a hadműveleteket nálánál jobban senki sem intézhette volna. Batthyány jutalom 1745. májusában tábornagyi kinevezést nyert, vagyis elnyerte a legmagasabb katonai rangot. Ezt egyébként egyedül ő érte el a családból. Gondoljuk bele, kevesebb, mint egy év alatt a magyar hadsereg eljutott arra a szintre, hogy Európa egyik legnagyobb katonai hagyományokkal rendelkező hadseregét ne csupán megállítsa, hanem kikergesse az ország jelentős részéből, és az európai és a világtörténelemben példanélkül álló módon rákényszerítsen egy nagyhatalmat arra, hogy egy másik nagyhatalom fegyveres segítségét koldulja egy úgymond belső lázadás leverésére. Batthyány Lajos történeti szerepéről
nagyon hosszú időn keresztül egy nagyon hiányos kép élt a magyar köztudatban, többnyire, és itt most idézőjelben mondom, csak mint 1848-49 legismertebb mártírját emlegették, és az a tényleges történeti szerep, amit a magyar polgári átalakulás végrehajtásában, a 48 évi törvényeknek a végrehajtásában, életbe léptetésében, illetve a magyar honvédelem megteremtésében játszott, ez valahogy feledésbe merült. Ugye az uralkodó hát elbeszélésmód az volt vele kapcsolatban, hogy ő megpróbált mindenáron megegyezést teremteni az osztrák udvari körök, az uralkodó, illetve Magyarország között, és miután ez nem sikerült neki, ezután még a tetejében egy koncepciós perben teljesen ártatlanul halálra is ítélték. Igazából a történeti szerepének az átértékelése az 1960-as években kezdődött meg, a már említett Urbán Aladár munkásságának köszönhetően, és a 80-as évektől kezdve a születésének a 175. évfordulóján, 1982-ben tartott nagy tudományos konferenciával történt meg az áttörés. Jellemző egyébként, hogy hosszú időn keresztül még a születési évszámát is rosszul tudták, ugye korábban 1806-ot gondolták annak, és hát ugye kiderült, hogy 1807-ben látta meg a napvilágot Pozsonyban. Ugye Batthyány Lajos gróf, tehát 1807. február 10-én született, az édesapja Batthyány József Sándor, Győrben iskolatársa volt Deák Ferenc, a kormányának a későbbi igazságügyi minisztere. 1826-ban, követve az ősök hagyományát, ő maga is beállt a császári királyi hadseregbe, először egy gyalogos egységnél, a 32. gyalogezrednél, ugye Budapest házi ezrednél szolgált, majd pedig a Réfi Attila által már említett huszároknál, ugye a 9., ekkor már Miklós orosz cár nevét viselő huszárezredben ért el hadnagyi rangot. A életrajzírók szerint a mamas Kellesz Borbála kezdetben nem nagyon pártolt a fiának katonai pályáját, de aztán rájött arra, hogy így sokkal könnyebben hát kezelheti a férje után rámaradt nem jelentéktelen vagyont, és szegény Lajos gróf egy idő után azt vette észre, hogy ha nem lép ki a császári királyi hadseregből, és nem próbálja meg úgymond gatyába rázni a vagyonát és az uradalmait, akkor a mama előbb-utóbb különböző bécsi és egyéb mulatságokra hát a fenekére fog venni ennek a nem jelentéktelen vagyonnak. Ugye ezért aztán elhagyta a császári királyi katonai szolgálatot. Széchenyi mellett egyébként ő volt az egyetlen, aki a Batthyányi kormány nem katonatagjai közül, ugye ez Mészáros Lázár hadminiszter volt, ténylegesen katonaként szolgált a császári királyi hadseregben. Az is közös volt bennük egyébként, hogy katona idejük jelentős részét szabadságon töltötték. Tehát mondjuk egyikükben sem veszett el egy Simonyi Jómester vagy egy Hadik András tapintatosan szólva. 1834-ben vette el a Zichy Antónia grófnőt, és azt lehet mondani, hogy ugye minden sikeres férfi mögött egy asszony áll, és Zichy Antóniának meghatározó szerepe volt abban, hogy Batthyány Lajos gróf olyan fényes és olyan meghatározó közéleti szerepet játszott a reformkorban, illetve 1848-ban. Ugye nagyon érdekes, a Zichy család Magyarország egyik legaumikusabb családja volt, tehát náluk, tőlük jobbra, ahogy mondani szokás, már nem volt semmi. Ennek ellenére a Zichy lányok a legkiemelkedőbb honlányai voltak ennek az időszaknak, és Zichy Antóniáról is kimondottan tudni kell, hogy a magyar hazafias érzésnek az emelésében ebben meghatározó szerepet játszott a különböző reformországgyűléseken, vagy a különböző társasági összejöveteleken. Batthyány először 1839-40-ben jelent meg főrendként az országgyűlés felső tábláján, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a főrendi ellenzéknek, a főrendi liberális reformellenzéknek a megteremtése és az egyben tartása, ez az ő elsődleges történeti érdeme volt. Ugye az osztrák titkos rendőri jelentések egyikében úgy jellemezték, hogy még a tekintetében is vezényel. Tehát nem volt egy kiváló szónok, egyébként viszonylag sok beszédet mondott, ezek nem nagyon nagy ívűek, de van egy, tehát mindegyiknek van egy komoly gondolati magva, és ellentétben Széchenyivel, ahol az ember mondjuk a negyedik mondat után elveszíti a fonalat, Batthyány mindig nagyon konkrét ügyekben és
nagyon józanul szólalt fel. Többek között például a szólásszabadságot ért sérelem ügyében rengeteg felszólalást tartott. Itt ugye a Veselényi, Kossuth és mások ellen indított perekről és ezek lezárásáról érdemes beszélni. Emellett a 40-es évek elejétől kezdve ő volt az ellenzék gazdasági és társadalmi civil szervezeteinek az egyik vezetője, illetve az egyik szervezője is. Ugye Batthyány kimondottan utált írni, tehát saját kezű írása nagyon kevés maradt. Ennek egyébként őszintén örülhetünk, mert kevés nála csúnyább kézírású szemét ismerek a 19. században, pedig nagyon erőteljes a felhozata ebben a tekintetben. 1845-47 között szintén meghatározó szerepe volt abban, hogy a 43-44-es országgyűlés kudarcát követően létrejött az ellenzéknek az egységes szervezete, és ugye amikor 47 júniusában megalakul az ellenzéki párt, és elfogadják az ellenzéki nyilatkozatot, akkor ennek a pártnak az elnökévé, amely a magyar történelem második, ha a horvátokat ide veszük, a harmadik nyilvánosan meghatározott pártja, ennek a pártnak az elnökévé Batthyány Lajost fogják választani. Nyugat-európai és Európán kívüli történészek számára ismeretlen ez a fogalom, a zászlóanya fogalma. Ennek az az oka, hogy a zászlóanyai rendszer kialakulása és léte teljes egészében a Habsburg Birodalom haderejének sajátossága. Eredetét nem ismerjük pontosan, de a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum zászlógyűjteményében ezt a továbbiakban az egyszerűség kedvéért csak zászlógyűjteményként fogom említeni. Fennmaradt legkorábbi zászlószalagok között már ott találhatóak ezek a zászlóanyai, adományozói szalagok. Feltételezzük, hogy maga az intézmény az állandó hadsereggel egyidős, de lehetséges, hogy még korábbi gyökerei vannak. Erre azonban jelenleg semmilyen adat nem áll a rendelkezésünkre. A zászlóanya a zászló keresztanyja gyakorlatilag. A zászló az adott katonai alakulatot önmagában is megtestesítő jelkép. Ezt szoktuk mondani, hogy ahol a zászló, ott az alakulat. A zászlóanya nem csak a zászló felett vállal védnökséget, hanem az egész alakulat felett is. Ez nagyon fontos tisztség a zászlóanyára nézve, aki személyében a civil szférát köti össze a katonaival, és ez komoly terheket is ró rá. A tisztikar magánéleti jellegügyeiben kiáróként, mai szóval éve lobbistaként kell szerepelnie. Számos az alakulat életében fontos eseményben, kezdve rögtön a zászlóhatástól, anyagilag is helyt kell állnia. Vállalnia kellett például az alakulat váljának vállanyai tisztségét. A zászlóanyai szerepkör a II. Világháborúi elméletben nem egy puszta társadalmi elismerés, egyfajta tartalom nélküli poszt volt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a mindennapi életének része volt az alakulat, nem volt szabad bejárása a laktanyába a zászlóanyának, de minden ünnepi alkalommal a jelenléte, vagy legalábbis a meghívása, az kötelező volt. És felkérnénk Batthyány Stratman Veronikát, hogy legyen szíves felkötni a szalagot. Köszönöm is a családnak és a Magyar Batthyány Alapítványnak a felkérést, hogy ezt az emlékbeszédet megteltem, mert nem a bennem lévő tudás, hanem a bennem lévő érzések szólalnak meg itt most. És nem is véletlen, hogy a Vörösmarty teremben vagyunk. Mert Vörösmarty Mihály, Batthyány Lajos kapcsolata különösen fontos. Nemzeti költőnk, szintén világos után bújdosni kényszerül, egyik lánya meghal. És ez az a rettenetes korszak, amikor a magyar hazafiak a Habsburg önkény elnyomás alatt élnek. És mit tesz Vörösmarty Mihály? Megírja a Három Rege című kötetét, ekkor adják ki jobban, 1851-ben, és Gróf Batthyány Emmának, az idősebbik félárva lánynak ajánlja. Bátorság volt ez akkor is, ma is az lenne. És Vörösmarty Mihály Batthyány Kázmérrel is kapcsolatban van. Gróf Batthyány Kázmér volt a második magyar független felelős miniszter, kormánynak a külügyminisztere. A leglényegesebb, hogy a Batthyány kormány a törvényesség kormánya volt. Elhangzott, hogy koncepciós per volt. A Mohácsi vész után kellett
sok évszázad, hogy a Habsburgok megértsék, hogy mit jelent a magyar törvényesség. Ez 1867-ben sikerült eljuttatni a fejekbe. Szent István király állama jogállam volt, jogász vagyok. Az Intelmek, a Corpus Juris Hungarici első törvénye. Magyarország középkori jogállam volt, és ezt a jogállamiságot végigképviselte. Az 1848. április 11-i törvény, csomag, az áprilisi törvények új rendet teremtett Magyarországon, és az a törvényesség, ez áthatotta Batthyány működését. Nagyon fontos azt látnunk, hogy milyen a Habsburg önkény, hatalom, valójában a gonosz terror, ami akkor megvalósul 1849 utáni években. Deák Ferenc igazságügyminisztere a Batthyány kormánya. Az ő dolga a kormány működését, a miniszterelnök jogszerű működését megvédeni. Nem hagyják, hogy védőügyvédként eljárjon a perben. A hatalmi gyalázat magas foka ez. Jogászként külön is átérzem. Nem is csoda, hogy Deák egész végig annak szerveteli az életét, hogy a kiegyezés létrejöjjön, de amikor megvalósul, nem megy el a kormányzásra. Mert a múlt gyalázatát nem felejtjük el. Deák Ferenc szobra itt a Széchenyi téren erre is emlékeztet minket. Micsoda idők, amikor igazságügyminisztereink és egyéb minisztereink szobrát látjuk itt a közelben, vagy az akadémia lapokon Széchenyi István grófét. A Batthyány kormány egyben huszár kormány is volt, több huszár tagja volt, és a huszár minőség nem egyszerű lovaskatonát jelent, mindenki tudja ezt Magyarországon, hogy a magyar huszár 1848-ban, 49-ben mit jelentett, és a korábbi évszázadokban is. A Batthyány kormány egyben akadémikus kormány is volt. A Magyar Tudományos Akadémia épületében ez különösen fontos elmondani, mert minden országnak olyan minisztereket és olyan kormányt kívánok, mint a Batthyány kormány és a Szemerek kormány volt. Tudás, bátorság, hitvallás, elkötelezettség, hazafiság, nemzetszeretet, hatalmas műveltség, ami jellemezte őket. Záró mondatként azt az üzenetet mondom, és mindenki vigye haza, és adja tovább a gyerekének. És mi lehetne más ez a mondat, mint Gróf Batthyány Lajos utolsó mondata? Éljen a haza! Kedvesem! Hiába reménykedtük az emberségesség utolsó szikrájában, amikor azt féltük, még egyszer utoljára láthatjuk egymást. Ezt is megtagadták tőled. Ezért ezekben a sorokban ismétlem meg neked mélyen átérzett forró hálámat, tiszta szerelmed minden kincsét megérdemelni sohasem tudtam. Most, hogy a halál küszöbénél állok, csupán ez az a bűn, amit a sírba magammal viszek. Istennek sok örömet és kárpótlást kell adnia neked, te angyal, s a akad férfi, aki méltó lenne a te szívedre a jövőben, kérlek, ne taszítsd előtt magadtól. Szerelmünk első éveire gondolva emlékezzél rám, kérlek, a gyermekeket áld meg, és csókold meg az én nevemben is, és tanítsd meg nekik, hogy ne szégyeljék az atyukat. Az én halálom gyalázata előbb vagy utóbb úgyis azokra hull vissza, akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak. Esküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak soha egyetlen gondolata sem férkőzött a lelkemhez. Hazámhoz mindvégig hű voltam. De ugyan ki hiszi ezt el most? És ezért halok most meg. Ezért ölnek most meg engemet. Egyedül csak te voltál, aki bízott bennem. Kérlek, hagyd el ezt az országot a gyermekeink jövője kedvéért!
te vagy uruk, elég lesz nekik. Nem kell nekik alamizsna azok kezéből, kik őket árvává tették. Most azonnal menj el az én szeretett jó nővéremhez. Kölcsönösen szükségetek lesz egymásra. Támogassátok egymást. Azt a gonosz gyalázatot, amit ezek nekem szántak, elkerülni igyekszem. Erre a célra már régóta titkos mentőeszközt hordok magamnál. Úgy halok meg, hogy csak a te képed van a szívemben, és a te neved az ajkaimon. A magam útját jár.